Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Bátor Televízió híradóját látják. Már 5 éves kortól lehet teszteltetni a régi orvosi ügyeleten. Decemberben megkezdik az 5-11 évesek oltását is. Az ünnepek alatt is igénybe lehet venni a városi gyógyfürdő szolgáltatásait. Mikulásnapi ünnepséget tartottak az idősek otthonában. Rendkívüli testületülésen változtatták meg a tesztelési szabályokat Nyírbátorban. A jövőben 5 éves kortól már igénybe lehet venni, és ezentúl bárki kérhet tesztelést a régi orvosi ügyeleten, ha kifizeti a 2500 forintos önköltségi árat. Ugyanaz adatok viszonylag jók Nyírbátorban, de továbbra is érvényesek a korábbi szabályok. Az önkormányzati szférában nem tartanak tömeges rendezvényeket. Hogyan változik a jövőben a tesztelés Nyírbátorban? Az egyik legfontosabb változás, hogy a Nyírbátorban lakó 65 évnél idősebb lakosok mind a két tesztelési formát a jövőben ingyenesen igénybe tudják venni, és jelentős változást jelent, hogy a nyírbátori állandó lakhelye rendelkezők pedig 1000 forintért igénybe tudják venni mind az orr, mind a vértesztet, független attól, hogy oltottak vagy oltatlanok. És ami nagyon fontos még ebben a tekintetben, hogy változtattuk az életkor határát is, eltöröltük pontosabban, erre azért volt szükség, mert korábban ugye 12 év felettieket lehetett tesztelni, ez az oltással függött össze természetesen, de miután az oltás korhatára is lejjebb kerül, 5 éves kortól igénybe lehet venni az oltást, ezért úgy döntöttünk, hogy ha úgy szeretnék a szülők, akkor a gyermeküket is elhozhatják, és a koruktól függetlenül letesztelhetik. Ez a könnyítés a járás lakosaira is érvényes? Az a döntés született, hogy akik nem nyírbátoriak, azok független attól, hogy a járásban élnek, vagy nem a járásban élnek, tethetik magukat önköltségi áron, tehát 2500 forintért. Ennek az az egyszerű oka, hogy nagyon sokan járnak a városba a járáson kívül is környező településekről, másfelől pedig az ünnepekhez közeledve egyre több rokon, barát, ismerős tér haza Nyírbátorba, még akkor is, ha mondjuk Győrből vagy Münchenből érkezett haza, elvégezzük a tesztet 2500 forintért. Meddig marad az önkormányzati szférában a tesztelés? Az iskola szünetig tervezzük, tehát a 20-ával kezdődő héten még fogunk tesztelni, lesz a 20-ával kezdődő héten lakossági tesztelés is, 20-án és 22-én, és ezen a héten még valamennyi intézményt le fogunk tesztelni ingyenesen, akiket folyamatosan most is tesztelünk. Ugye ezek alapvetően az iskolák, szociális intézmények, de ide tartozik a rendőrség, a postai dolgozók, vagy adott esetben a katasztrófavédelem munkatársa is. Mit lehet tudni egyébként a városról? Van bármilyen információjuk? Nem rossz, közel sem olyan rosszak a számok, amit információként megkapunk, ugye továbbra sem jutunk hozzá hivatalos hatóság általi rendszeres adatközléshez, de a házi orvosoktól az egyéb intézményvezetőkkel történt egyeztetés során azt látjuk, hogy azért nincs olyan mértékű a városban a felfutása a betegségnek, mint volt tavasszal. Nem szabad leállni a teszteléssel, mert ahogy eddig is bebizonyosodott, nagyobb közösségekbe ezzel azért jól ki lehet szűrni, ha megjelenik a betegség, és ezzel talán nagyobb gócpontok kialakulását meg tudjuk előzni. Ez a cél, ezért is nem tartunk kulturális programokat, ezért sem az adventi időszakban és a kulturális központban sem fogunk olyan rendezvényeket megtartani, ami közönség előtt történik, mert ha ennyivel is tudjuk segíteni a járvány fékezését, akkor én azt gondolom, hogy ez kötelességünk, hogy megtegyük. Szerdától lehet regisztrálni az 5-11 éveseket a koronavírus elleni védőoltásra. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének közreműködésével a nyírbátori gyermekorvosok megkezdték a gyerekek oltásának előkészítését. Felmérjük, hogy a körzetünkben hány gyerek van, és ezek közül mennyien igénylik az oltást. Szeretnénk, ha minél több gyerek lenne beoltva, azért is, hogy maga a gyerek is védve legyen, és a környezete is. A felnőtt lakosságnak nagy része már be van oltva. Ez a korosztály még a kicsik eddig nem kaphatták meg, de most már van rá lehetőség, és nagyon szeretnénk, ha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel. Számukra milyen oltást kínálnak? Ők csak a Pfizer oltást kaphatják. Gyerekeknél csak ez jöhet szóba. Hogyan tudnak jelentkezni?
vagy telefonon jelentkeznek be, vagy személyesen szólnak a szülők, mi felírjuk a gyerekek nevét, és amikor megkapjuk a védőoltást, és természetesen csak akkor fogják a gyerekek megkapni, ha teljesen egészségesek és rendben vannak, tehát akkor behívjuk őket. Még pontosan, hogy hogyan lesz megszervezve, hol lesz az oltás beadva, hogy a házi orvosi rendelőben, vagy pedig oltóközpontban, ezt még nem tudjuk. Ez az igényektől is függ, hogy hány jelentkező van, mivel az oltóanyagot is, ha megbontjuk, akkor meg kell legyen a megfelelő számú gyerek ahhoz, hogy tudjuk felhasználni. Már megkezdődött a téli tüzelő kiszállítása azok számára, akik megfelelnek a támogatási feltételeknek. Az önkormányzat saját forrásból biztosítja 260 nyírbátori lakosnak a téli fűtéshez szükséges fát. A Nyírbátor 5000 fő feletti település, ezért a szociális tűzifa támogatásra nem jogosult az államtól, ezért ezt az összeget, amit mi erre fordítunk minden évben, ez az önkormányzatnak a saját bevételéből kell kigazdálkodnia. Ez egy jövedelemhez kötött támogatás. Kérelemmel lehetett fordulni az önkormányzat felé, viszont ez az időszak már lejárt, hiszen meg volt határozva, csak 260 köbméter tűzifánk van, és amikor elérte a kérelmek száma ezt a számot, akkor további támogatást már nem tudtunk nyújtani. Idén 260 fő tudott tüzelő támogatásban részesülni, részükre egy-egy köbméter tűzifát tud az önkormányzat biztosítani, illetve azok, akik nem tűzifával fűtenek, részükre ugyanakkor a pénzösszeget tudtunk segítségként nyújtani. Ezt a tűzifát, ezt ki fogják hordani a mi kollégáink. Általában hétvégén, hiszen akkor tartózkodnak legtöbbet otthon. December 31-ig van a vállalkozóval szerződésünk, tehát eddig az időpontig kell ezt a tűzifát kiszállítani. Az ügyfelek részére, ha esetleg valaki mégsem tartózkodik otthon, a vállalkozó azt vállalta, hogy addig fogja keresni, míg egyik nap nem fogja őket otthon találni, és le nem tudja tenni ezt a szállítmányt. Idén áprilisban vette át a nyírbátori önkormányzat az idősek bentlakásos otthonát. Az önkormányzat az intézmény jelentős fejlesztését, korszerűsítését is finanszírozta. Egyébként az otthonban ezen a héten Mikulás napi ünnepséget tartottak. Most a karácsonyra készülünk a szeretet ünnepére, és hát a járványügyi helyzet miatt ezt szeretük volna egybekötni a Mikulás ünneppel, és úgy gondoltuk, hogy akkor itt van a lehetőség, hogy egy kicsit megajándékozzuk a lakóknak, és hogy ők is ennek a karácsonyi hangulatnak a részesei lehessenek. A látogatási protokollt már megkapták valamennyi hozzátartozó e-mailben, hát sajnos most úgy, mint a járványügyi helyzet idején, hogy ilyen zsilipkabinon keresztül, tehát hogy ne érintkezzenek közvetlenül, de lehetőség van a látogatásra, és ezt úgy gondolom, hogy a hozzátartozók is elfogadták és megértették. A harmadik oltással kapcsolatban mit tud elmondani? Megkapták a harmadik oltást mind a lakók, mind a dolgozók, és azt tudom mondani, hogy továbbra is minden héten tesztelve vannak a lakók és dolgozók is, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és így szeretnénk megelőzni, hogy itt is a betegség elterjedjen. Igyekszünk nyilván a hétköznapokban is megtenni mindent annak érdekében, hogy minél jobban érezzék itt magukat a bentlakók. Én azt gondolom, hogy az elmúlt bostán több mint fél év, lassan 3/4 év alatt sikerült bebizonyítanunk, hogy igyekszünk a lehető legjobb körülményeket kialakítani. És hát nyilván ez nem csak a hétköznapokban igaz, hanem az ünnepek közelettével még inkább igaz, és egy ilyen covidos időszakban megfokozottan, úgyhogy igyekszünk az ünnepek alatt megfelelő szigorral, természetesen a járványra való tekintettel, de mégis megadni mindent a bentlakóknak, az ünnep hangulatából visszaadni. Hát a fejlesztések, a festés, a takarítás, a karbantartás, a különböző gépészeti eszközöknek a cseréje, a konyha rendbetétele, ezek folyamatosan mennek, ezek most is tartanak a téli idején is, ezeket végezzük. És hát nyilván tervezzük a bővítést több ütemben, ilyen például a meglévő épület teljes energetikai felújítása, amire most pályázni szeretnénk, és hát a kapacitásokat is bővíteni fogjuk, erre is folyik a műszaki előkészítés, és hát egy teljesen más emeltebb szintű 21. századi idősellátást is szeretnénk itt mint a szinten kidolgozni a városban, ennek a szakmai előkészítése is folyamatban van.
A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő decemberi látogatottságára is rányomja a bélyegét a koronavírus járvány. Ugyanakkor a Sárkány Apartman és Camping szilveszterkor teltházzal üzemel. A fürdő szolgáltatásait a gyógyászati kezelésekkel együtt az ünnepek alatt is igénybe lehet venni. A látogatottság azért decemberben mindig visszaesik, ugye az ünnepek tájáig, hát nyilván ilyenkor az emberek mással vannak elfoglalva, de karácsony elmúltával már azért meg, hát hogy mondjam, a forgalom egy visszaáll az eredeti állapotába, és akár a két ünnep között már nagyobb forgalomra is számíthatunk. Hogyan alakul az ünnepi nyitvatartás? Szenteste és első nap, karácsony első napján zárva tartunk. Ennek az előzménye, hogy nem is nagyon volt látogató ezeken a napokon. Karácsony második napján, tehát második napján már nyitva tartunk, illetve szilveszterkor 2-ig vagyunk nyitva, tehát 11 óráig, reggel 8-tól 11 óráig, és elsőjén pedig 14 órakor nyitunk, és este 8-ig tartunk nyitva. Van-e valami újdonság most a fürdőben? A régi infraszaunát a tulajdonos segítségével, a tulajdonos önkormányzat segítségével sikerült teljesen modernizálni és megújítani. Egy nagyon szép, úgymond a full extrás infraszauna épült meg, ami talán színterápia is van benne, tehát különböző színekkel is lehet stimulálni akár a szemet, tehát ez is egy jótékony hatással bír a használókra. Ugyanolyan élettani hatása van, mint egy sokkal magasabb hőfokon használatos finszaunának, tehát berejtékezünk, de nem forróságban, a pórusok megnyílnak, a méreganyagok távoznak. Nagyon jó használható izomsérüléseknél is például, vagy olyan porckopásoknál, hát ami egy idő után azért már mindenkinél jelentkezik, tehát én bátran merem mindenkinek ajánlani, hogy használja ezt az infraszaunát. Az elmúlt vasárnap Fazakas Ferenc Sándor református lelkipásztor és Kis Irma az Alapfokú Művészeti Iskola vezetője gyújtották meg az adventi koszorú második gyertyáját. Hogyha folyton csak rohanunk és folyton csak pörgetjük az életünket, akkor lemaradunk a részletekről, mert a lényeg a részletekben rejlik. És karácsonynak a lényege is egy olyan apró, kicsinyi részletben rejlik, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát egy pici jászolba, egy kicsi gyermek képében, de abban a gyermekben egy hatalmas ajándékot hozott, adott ennek a világnak. Az égen angyal száll, és együtt lenni jó. A házban zöld fa áll, a kertben hull a hó. Fények gyúlnak mindenhol, a fánszáz csillag ég. Úgy újjongunk e bűvös édeszék. Annyi színes játék, sárga, zöld és kék. Álmaimban láttam, de nem kaptam meg még. Minden gyermek ébren vár, December 10-én pénteken 12 és 18 óra között a Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Szervezete véradást rendez a Kulturális Központ első emeleti 119-es termében. A Nyírbátori Önkormányzat minden résztvevőnek a véradás ideje alatt a helyszínen ingyenes COVID-19 gyors tesztelési lehetőséget biztosít. Kedves nézőink, megköszönöm mai figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok mindenkinek. Viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.